fényel a sötétség ellen. Ünnepeltek és tiltakoztak Székesfehérváron, a Hanukát köszöntötték Izrael Magyarországi Nagykövetével együtt, és a zsidó szervezetek mellett civilek tiltakoztak Hóman Bálint városba tervezett szobra ellen. A Fidesz képviselői korábban támogatták a Human Bálint alapítvány tervét, hogy az egykori vallásügyi miniszternek szobrot állítsanak a városban. Miközben köztudott volt, hogy Human a zsidó törvények megalkotásában és bevezetésében aktívan részt vett. Nyíltan antiszemita gondolkodású volt, és a nyilas parlamentnek is tagja maradt. Igaz, 2014-ben rehabilitálták és utólag felmentették a háborús bűnökvágya alól. A tiltakozások hatására Cser Palkovics András fideszes polgármester azt kérte, bár a kormánypárti és jobbikos képviselők megszavazták, mégse legyen szobor, és a Homan Alapítvány fizesse vissza az összesen 17 milliós támogatást. Székesfehérvár önkormányzata nevejében arra kérjük, hogy a közpénzt, amit a magyar államtól és az önkormányzattól kapott anyagi lehetőségei szerinti módon és időben fizesse vissza a civil szervezet. Az interneten találtuk a felhívást, már gyűjtenek a szoborra, sőt, meg is védenék az alkotást. Az alapítvány tehát valószínűleg nem tett le a szoborállításról. Telefonon elértük az elnököt, de azt mondta, holnap mondják csak meg, mi lesz a szoborral. Közben a Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordult az ügyben. A szoborra ugyanis az igazságügyi minisztérium 15 millió forint támogatást adott. Csak hogy Trócsányi László jelenlegi miniszter szerint még a korábbi ciklusban, amikor a tárcát a most uniós biztosként dolgozó Navracsics Tibor vezette. Vállalja a felelősséget, vagy valamilyen szinten ö, nyomást gyakoroljon most erre az egészre, ugyanis a Trócsányi azt nyilatkozta, hogy ő sem támogatná ezt a szoborállítást, és hogy ő megörökölte idézőjelben ezt a projektet. Tehát mi tényleg szeretnénk erre válaszokat kapni? Navracsics Tibor azonban visszadobta a labdát. Közleményében azt írta, idézem: Közigazgatási és igazságügyi miniszterként ebben az ügyben semmilyen döntést nem hoztam, a szobor felállításának sem támogatását, sem finanszírozását nem hagytam jóvá. A Demokratikus Koalíció egy határozati javaslatot is benyújtott az önkormányzathoz. Azt szeretnék elérni, hogy a képviselő testület vonja vissza azt a hozzájárulást, amelyet korábban megadtak a szobor felállításához. A javaslatról pénteken dönt a közgyűlés. Ha a testület visszavonja a júliusban megadott engedélyt, akkor nem állíthatnak Hóman Bálintnak szobrot székesfehérváron, hiába gyűlne össze a pénz az adományokból.